Guy. Ooh, you do. Az maradt a régi, a jó állapotban a tűnt, ami benne volt, az igaz is, de a fenének se jutott eszébe, hogy meg is mérjem őket. De az volt a helyzet, hogy a dugattyú 7-10 mm-rel kisebb volt, mint a hüvely, azért szörönkült benne van, égtelen hangod. Hát valaki úgy rakta a tösszé, hogy nem belevaló dugattyú volt a hüvelybe. Ugyan a dugattyúban benne valami a fölirat, de nem tudom, hogy a hüvelyt azt már megfúrták, vagy volt benne több méret, ezt én nem tudom, de az tény is való, hogy ez a dugattyú nem volt belevaló. Lángé Agróba vettem egy 95 mm-es gyűrűgarnitúrát. Lett egy új hüvely, ezt a régi dugattyúval összeraktam. Most az indulásra nem volt különösebb gond, még tűrhetően megy is, de egy kicsit szoros bele a dugattyú. Zörögni nem zörög abszolút, nem is kopog. Amikor belepróbáltam a gyűrűt nélkül a hüvelyben, akkor észrevettem, de olyan kis mértékű az eltérés, hogy azt nem tudom, hogy le lehetett volna szabályozni, bár gyanús, hogy ezt az öreg dugattyút be lehet úgy fogni, hogy normális módon le lehessen szabályozni. Hát majd vagy bejáródik, akkor jó lesz, vagy beragad, majd meglátjuk, ráérezik, felpityögni. Alapjáraton azért áll meg, és ha igen, megmelegszik, akkor meg megáll, akkor megszorul. Régen a riga, meg a babetta. Egyébként azért telepettem, hogy az eszer számostól itt indítottam el ünnepek alatt. Ne zavarjam a szomszédet az örgéssel. Ha nincs túl erős hangja, de jobb a békesség. Kiseréltem a csapszeg felsejt, azért azon is volt már némi kis lógás, de most tényleg nem zörög, semmi kopogó hangja nincsen. Tényleg jó is indul. Semmi kis. Hát az idő eldönti, lesz a sorsa. Bejáródik vagy beáll.